Az idei évben Attala település önkormányzata hagyományteremtő szándékkal rendezte meg államalapító Szent István király ünnepét augusztus 20-án. A délelőtti szentmise és az azt követő kenyérszentelés a helyi Szent Vendel római katolikus templomban zajlott. Első alkalommal rendezzük ezt meg a településünkön, augusztus 20-át ünnepeljük, és úgy gondoltuk, hogy ez mindenféleképpen ünneplésre ad okot, ezért gondoltuk, hogy egy közösségépítő programot szervezünk. Délután a gasztronómia, a kultúra hódított, valamint a gyerekeké volt az idő és a tér. A műsorban aktív szerepet vállalt a helyi általános iskola néptáncsoportja és a Páva kör népdalcsokor is. A rendezvény ideje alatt kézműves vásár és szabadtéri vidámpark is várta az odalátogatókat. Ma délutánra főzőversenyt, halászté főzőversenyt szerveztünk, hiszen az Attalai tájpont értéktári érték is egyébként. És hát szerveztünk a hölgyeknek egy pitesütő versenyt is, keressük Attala pitéjét, úgyhogy ennek az eredmény hirdetése 6 órakor lesz mind a kettőnek, illetve a délután folyamán föllép az helyi iskolások néptáncsoportja, fellép a Pávakör, szintén helyiek, és aztán a gyerekeknek fogunk kedveskedni a kultúrtaláka együttessel, és hát amit nagyon-nagyon várunk, az pedig az Infragranti együttes fog még bennünket szórakoztatni mai este folyamán, és utána pedig egész 11 óráig egy ilyen retro bulival zárjuk a mai napot. Az Attalai önkormányzat igyekszik minden korosztálynak kielégíteni igényeit, mindenki számára programokat kínálni. Az év folyamán terveznek még egy disznótoros rendezvényt, amely már évek óta nagy népszerűségnek örvend a településen. Régebben volt bőlérverseny is a településünkön, aztán abba maradt ez az egész történet, és most úgy gondoltuk, hogy egy kicsit ezt felelevenítenénk egy toros fesztivál formájában, úgyhogy erre is majd meghirdetjük, és a csapatok jelentkezését majd várjuk. Attal a település és a vezetése igen aktív. Programjaik, rendezvényeik mellett a pályázatok, fejlesztések terén is sokat tesznek. Az idén folytatták a hivatal épületének felújítását. Elindultak a 2022-ben nyert bölcsődeépítési pályázat kivitelezési munkái, és szintén idén kezdődött a Szent Iván, Göllesz, Összekötőút, Szilárd burkolattal történő ellátása is pályázati forrásokból.